mindenkinek a mi sohasem elvenni. A székesfehérvári befogadlak baptista gyermekotthon lakóinak műsorával kezdődött a szociális munkanapja alkalmából rendezett ünnepség. A gyerekek verse után a város polgármestere mondott köszönetet a szociális szektor dolgozóinak. Itt most mindenkire gondolunk, aki ennek a területnek bármely részével foglalkozik, hiszen ott rászorult emberekkel, támogatásra szoruló emberek segítésével foglalkoznak. Egyáltalán nem könnyű területe tehát ez az életnek. Itt csak olyanok tudnak megmaradni, akik ezt a pályát szolgálatnak tekintik, elkötelezettek szívvel, lélekkel tesznek másokért és segítenek másokat. Az ünnepségen az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa vehette át Székesfehérvár elismerését. Idén a Pro Caritate Albérégié díjat Vágóné Nerebecki Marian kapta. Aki negyed évszázada a szociális gyermekjóléti gyermekvédelmi szektorban dolgozik, és közel 20 éve a központ szakmai csapatát erősíti. Ez a díj a velem együtt dolgozó kollégákkal egy közös, együttes díj, hiszen azt gondolom, hogy a rászoruló emberek irányában mindig nagyon fontos egy közös összefogás, egy közös összetartó munka, egy csapatmunka, amire én nagyon is büszke vagyok, amit itt az intézményben a munkatársaimmal közösen véghez vihetünk. Az eseményen az is elhangzott, hogy az önkormányzat egy egyszeri támogatásban részesítette dolgozóit. Ez azt jelenti, hogy a város szociális intézményeinek dolgozói is 100 000 forintos juttatást kaptak.